nagyon szép feladat. Kaposváron, Nagy Imre szülővárosában megemlékezni a forradalomról, és beszélni a forradalmi eseményekről úgy, hogy közben mindannyian tudjuk, hogy Nagy Imre Márti miniszterelnök itt született ebben a városban. Úgy éreztük évekkel ezelőtt, hogy ez az egybeesés kötelez minket, és aki először megérezte ezt az egybeesést és kötelezettséget, úgy hívják, hogy Lampert Mónika, Magyarország volt belügyminisztere, Kaposvár volt országgyűlési képviselője, aki 21 évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy október 22-én Nagy Imre szülővárosában, Kaposváron emlékezzünk meg a forradalomról, és a mártír miniszterelnökről. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani miniszterasszonynak. Köszönjük szépen! Néhány nappal ezelőtt a Közszolgálati Televízió M5-ös csatornáján, az Ez itt a kérdés című műsorban az volt a fő kérdés, hogy Nagy Imre a forradalom minisztere volt-e, vagy miniszterelnöke volt-e, vagy miniszterelnök volt a forradalom időszakában. Szeretném, hogyha együtt keresnénk ma erre a választ. A Nagy Imre Emlékház honlapján 4 évvel ezelőtt a mártír miniszterelnök születésének 120. évfordulóján a következő volt olvasható. Nagy Imre első miniszterelnökségének szűk 2 esztendejében a korszak egyetlen pozitív gazdasági és politikai programját alkotta meg, és igyekezett megvalósítani. A visszatérő Rákosi éra, majd a Kádár rendszer tökéletes hallgatással felettette a programot. A kommunista ellenes hangulat 1989 óta sem engedi ennek a pozitív reformidőszaknak a társadalmi köztudatba való beemelését. Ugye talán emlékeznek rá, hogy ezért nem kellett 2016-ban a Rainer M-es narratíva a Kossuth Rádiónak, amikor a Kossuth Rádió szerkesztősége nem engedett lehozni egy interjút Rainer M. Jánossal Nagy Imréről. Ormos Mária 1999. október 22-én itt Kaposváron a Nagy Imre Társaság emlékülésén a következőt mondta. Igyekszem szó szerint idézni. Mindenki boldog volt már attól, hogy többé nem a tojásfejű apró emberkében kell a miniszterelnököt látnia, hanem egy olyan emberben, akinek cvikkere mögül valami jó indulatot érzett kisugározni. Nagy Imre miniszterelnök nem várt láthatatlanná holmi lefüggönyözött fekete kocsi mélyén, hanem együtt korzózott a debreceni tömeggel a piac utcán, amikor egy évfordulóra a városba érkezett. Nem tudom, mondja Ormos Mária, melyik volt a drámai perc, amelyben ez az ember végül minden köteléket elszakított, amely a hagyományos kommunista típusához fűzte. Az azonban biztos, hogy volt egy ilyen pillanat. Egy olyan pillanat, amelyben Nagy Imre megértette, méghozzá mindörökre megértette, hogy ember és nemzet legnagyobb értéke a szabadság, a rendelkezés lehetősége önmagával. Tudta, amit tudott, és mindvégig az elszigeteltségben, a fogságban, a per során, a hullaházban, az akasztófa alatt meg volt győződve róla, hogy neki van igaza. És valóban neki volt igaza. Nagy Imre végeredményben szerencsés ember volt, mondja Ormos Mária, mert megadatott neki az igazság. És szerencsés a magyar nép is, mert oly sok elnyomott nemzet körében egyedül neki adatott meg egy Nagy Imre. Mit mondanak Nagy Imréről az 56-os forradalmárok? Azok, akik igazán nem vádolhatók azzal, hogy elfogultak lennének Márti miniszterelnökkel szemben. Czeibert Róbert Gyula, Somogy folyóirat, 2016-os emlékszám, Kaposvártól a Korvin közig. Azt írja a szerző. Megbocsátottunk Nagy Imrének. Magyarsága erősebb volt, mint a Szovjetunióhoz való hűsége. Őszintén kiállt a nemzetért. A Siófokon gyerekeskedő Sulyánszky Jenő forradalmár, az 56-os Magyar Forradalom Francia-Magyar Emlékbizottságának elnöke, a Somogyi Hírlapnak nyilatkozta. Amikor választani kellett, Nagy Imre a felkelők mellé állt. Amikor választania kellett a szovjet hűség és a magyar nép érdekei között, akkor a magyar nép érdekeit választotta. Ezért őt is tiszteljük. Mi kaposváriak? Mit üzenhetünk? Nagy Imre Márti miniszterelnök példáján keresztül a világnak. Azt, hogy mindig, minden időben lesz olyan ember, aki képes megfogalmazni a tömegek félelemtől elfojtott gondolatát, és érzelmeit. Hogy elhiggyük,
hogy van remény, hogy elhiggyük, hogy nem kell félnünk kimondani az igazságot, amely mindig minden körülmények között kimondható. És hogy elhiggyük, hogy mindig minden körülmények között követelhető a szabadság. Köszönöm szépen!